Kedves barátaim! Ismét körülöttünk van a karácsony varázsa. Szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot és érzést az év ezen különleges időszakáról. A karácsony nekem több, mint egy ünnep. Ez egy pillanat, amely arra hív fel, hogy megálljunk, értékeljük a szeretteinket, és gondoskodjunk egymásról. Az egyik karácsonyi gondolatom a nyugodtság körül forog. A karácsony lehetőséget ad arra, hogy lelassítsunk, elfelejtsük egy időre a mindennapi rohanást. Belemerüljünk egy meleg pillanatba a család és barátok körében. A karácsony ideje alatt lehetőség nyílik emlékeket teremteni, amelyek hosszú ideig megmaradnak a szívünkben. A másik jelentős elem a karácsonyi gondolataimban az ajándékozás. A karácsony lehetőséget teremt számunkra, hogy kifejezzük szeretetünket és gondoskodásunkat a szeretteink iránt. Az ajándékozás nem csak anyagi értékekről szól, hanem kis tettekben és kedvességben is megnyilvánulhat. Jó érzés látni a másik örömét és háláját, amit az érdeklődésünkért kaptunk. A karácsony hangulatához szervesen hozzátartozik a közösség. A karácsony összeköt bennünket családokkal, barátokkal és szomszédokkal. A közös pillanatok megosztása erősebb kapcsolatokat teremt, és éppen ezek a pillanatok alkotják a karácsonyi gondolataim alapját. Az ebédlőasztalnál és a karácsonyi énekek között átélt kapcsolat közelebb hoz bennünket egymáshoz. Végül, de nem utolsó sorban a karácsony reményt és fényt hoz magával. Habár a tél sötét lehet, de a karácsonyi fények és gyertyák világot hoznak még a leghomályosabb zugokba is. A karácsony az az idő, amikor jobb jövőben bízhatunk, és a fényt hordozzuk szívünkben még az év legsötétebb pillanataiban is. Remélem, hogy együtt tudunk olyan pillanatokat teremteni, amelyek hosszú ideig velünk maradnak emlékezetünkben. Köszönöm, hogy megoszthatom veletek ezeket a gondolatokat. Üdvözlettel! Jenei Ferenc!